jóhiszemű szegszárdi polgárok hagyták itt a titkárságon, mert komolyan vették azt az ígéretét az ilyen szegszár egyesületnek, hogy 2 órás ingyenes parkolás lesz. Ezt a pótdíjfizetési csekket egy szegszárdi lakó hagyta a polgármesteri hivatal titkárságán, mondta a város polgármestere. Ács Rezső szerint a büntetést azért kapta az autós, mert az éjjel Szekszárd által a választás kampányában megígért 2 órás ingyenes parkolás reményében hagyta ott az autóját. Csak hogy, mint mondja, hiába ígérték a kampányban, azóta sem tették 2 órára ingyenessé a parkolást Szekszárd belvárosában. Ács Rezső szerint az is aggályos, hogy, mint mondja, több olyan városi projekt kivitelezését is akadályozza az éjjel Szekszárd frakció, amelyek előkészítésével hosszú éveket töltött az önkormányzat. Az egyik a Generációk Parkja, másik pedig a rekreációs központ. Most ott tartunk, hogy a Generációk Parkjához szükséges önerő kiegészítést nem kívánja biztosítani a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, illetve a rekreációs központnál pedig kitalálták, hogy a meglévő helyszínt módosítanák, amit természetesen a kormánnyal együttműködve lehet csak megtenni. Emellett Ács Rezső arról is beszélt, hogy szerinte az egykori gyermekek háza épületét egy az éjjel Szekszárdhoz köthető üzletember vásárolta meg. A polgármester attól tart, hogy az ÉSZ frakció az ingatlant a piaci árnál jóval drágábban akarja majd a városnak megvenni, hogy a területen a régi úszodánál tervezett rekreációs központnak parkolóházzá alakítsák. Mi a szakképzési program keretében, a Modern Városok szakképzési program pontjai keretében a gyermekek házában szerettünk volna egy tanszálót megépíteni, megvalósítani. Most érdekes módon kiderült, hogy a gyermekek házának az épületét egy az ÉSZ-hez köthető, ezt beszélik legalábbis a városban, üzletember megvásárolta. Továbbá Ács Rezső arról is beszélt, hogy azzal, hogy a korábbi 3 bizottság helyett most 5 működik, és mindegyik bizottságban többen ülnek, mint az előző ciklusban, évente 32 millió forint költséggel nő az önkormányzat kiadása. Megkerestük Bomba Gábort is, az ÉSZ frakció vezetőjét, de ő elfoglaltságai miatt pénteken nem tudott interjút adni. Nem zárta ki viszont annak lehetőségét, hogy később reagál a polgármester állításaira.